a Leonka Valló Lovasklub már 98. alkalommal rendezi meg lovastáborát. Először is azt szeretném kérdezni, hogy milyennek a tábornak a története, hogyan ötletet, hogy ezt létrehozzátok. Nálunk ez egy ilyen szerelemből lett hivatás, a lovaglás, meg a lovazás. Igazándiból mi 2000-ben költöztünk ide, akkor döntöttük el, hogy lovakkal fogunk foglalkozni, és szépen lassan, ahogy megszedtek a saját gyerekeink, és nőttek, és egyre több lovunk lett, úgy lett ez a lovaglás hivatássá, és lett egyre több lovunk, és egyre több lovasunk. Már ott tartunk, hogy 46 ló van a lovardában, és közel 200 gyerek van a lovastáborainkban egy nyár során. Ez egy, tehát most már 98. idén ünnepeljük a 100. jubileumi táborunkat. Ez 2007 óta, tehát 11 éve tartunk táborokat. És milyen korosztály szokott itt részt venni? Elég széles ez a kör. A zöme az 10 és 13 év között van, de vannak, akik már 5 évesen részt tudnak venni a táborainkban, és vannak, akik 20 évesen is visszajárnak. Tehát a legtöbb ez a 10-13 éves korosztály közül, van a legtöbb, de nagyon sokan vannak már egészen kicsik, és mondom már olyanok, akik sok táborban voltak és visszajárnak hozzánk már felnőtt, vagy majdnem felnőtt fejjel is. És hogyha valaki kedvet kapott, akkor hogyan tud jelentkezni hozzátok, illetve milyennek a módja? A legegyszerűbb, hogyha megkeresi a Leonka Valló sportegyesületnek a honlapját, ott van minden elérhetőségünk, jelentkezési lap, mindent meg lehet. Rengeteg kép a táborukról, több ezer kép van most már fönt, meg tudja nézni, talál jelentkezési lapot, és megnézheti azt is, hogy mivel foglalkozunk mi a táborok során. Az itt részt, hogy a gyerekek milyen programokban vehetnek részt? A délelőttök általában a lovardai foglalkozásokkal telnek, tehát akkor próbálunk minél többet tanítani nekik. A délutánok pedig ilyen játékos foglalkozások, általában terep lovaglásnak álcázott játékok ezek. Van egy kis militári pályánk, ahol terepakadályokkal ismerkedhetnek meg. Játszunk bójakereső versenyt, ahol tereplovaglás közben van játékos feladatuk, bójákat kell megkeresni és azokból behozni mindenféle kártyákat. De ezen kívül nem csak lovas játékokat játszunk, most éppen kézműves foglalkozás volt, ennek eredményeit láthatjátok itt a lovaknak a kantárjain. Tegnap délután például ezzel foglalkoztunk, miközben a csapat egyik fele lovag volt, a másik fele az kézműveskedett. Van egy egész napos túránk, a szerdai napunk az egy egész napos túralovaglással telik, lovaskocsizunk, mindig van valami teendője a gyerekeknek.